szeretnék kívánni. A Büki Csatpont vezetősége nevében, ugyanis a mai rendezvényt az Európai Unió támogatásából megvalósuló és a Csatpont létrehozását is támogató pályázatból részben finanszírozza a Büki Közös Önkormányzati Hivatal és a Bükk-Bükkfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület konzorciuma által vezetett pályázat. Ennek keretében az Asszonyfarsang rendezvényen belül szeretném felkérni a TDM szervezet munkatársnőjét egy rövid előadásnak a megtartására. A pályázatnak a célja a nők társadalmi elfogadottságának elősegítése a répcementi turizmusban, és ennek keretében van egy olyan vállalt kötelezettségünk, amelynek során meg kell ismertetnünk a hátrányos helyzetű munkavállalókat, és a nők nagy része sajnos ilyen, mert a munkaerő piacon valamely tekintetben akár hozzátartozójuk ápolása, gondozása, akár életkorunk, akár pályakezdő mi voltunk, akár nyugdíjas mi voltunk miatt hátrányos helyzetűnek minősülnek. A kolléganő előadásában néhány olyan momentumra fogja fölhívni az önök figyelmét, amely a nők vállalkozóvá válásának az elősegítése érdekében mindenképpen figyelemre méltó. Kérem, hogy hallgassák meg az előadást, és a továbbiakhoz pedig majd, különösen a később érkező meglepetés vendéghez pedig jó szórakozást kívánok. Köszönöm szépen a figyelmüket! Sok szeretettel köszöntöm én is az Asszonyfarsangra érkező vendégeket. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, bár úgy gondolom, hogy nagyon sokan ismernek. Horváth Lívia vagyok, a Bükk-Bükkfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület marketing menedzsere. És összeállítottam egy rövid bemutatót, hogy kik vagyunk, mivel foglalkozunk, illetve hogy kapcsolódik ez a nők gazdasági lehetőségeihez itt a répcementi térségben. Az első szlájdomon Bükkfürdőt számokban szeretném bemutatni. Az bizonyára mindenki előtt ismert, hogy Bükkfürdő egy kiemelt turisztikai régió, a Sopron-Fertő országosan is híres és elismert régiójához kapcsolódik, és emiatt nagyon magas a látogató szám, illetve az ide érkező vendégek aránya. A tavaly előtti esztendőben ez 857 ezer vendég éjszakát eredményezett, ebben benne foglaltatik a kereskedelmi szálláshelyek mellett az egyéb szálláshelyeknek az összeadott értéke is. A külföldi vendég éjszakák tekintetében is egy nagyon rangos helyen vagyunk országos szinten, illetve az összes Vas megyébe érkezők 45%-a az Bükkre jön. Ezért is érdemes foglalkozni ezzel a kérdéssel, illetve magával, hogy mi is az az egyesület, amit mi képviselünk, illetve amit én képviselek, illetve mi az, amit mi tudunk kínálni mindazok számára, akik esetleg szeretnének belépni hozzánk. Itt a turisztikában érdekelt vállalkozásokat fogjuk mi össze, tehát próbáljuk az ő érdekeiket képviselni, illetve ehhez kapcsolódóan különböző marketing stratégiákat alkotunk, illetve viszünk véghez, turisztikai szolgáltatásokat közvetítünk, és hát a céljaink között továbbiakban szerepel mindaz a tevékenység, amivel bizonyára találkoztak már Bükkfürdőn. Egyrészt infrastruktúrális létesítményeink vannak, egyrészt a bükkfürdői irodák, az irodai eszközök, illetve a kerékpárkölcsönző is hozzánk tartozik, a Knellpartnak a kialakítása, touch-infók, tehát ezek a non-stop működő információs állványok, üdvözlőtáblák, információs táblák, ezeket mind-mind azért alakítottuk ki, hogy az ideérkező vendégek számára ez kényelmet kínáljon. Emellett természetesen a marketing az egyik fő feladatunk, amiben a különböző arculatokat és az ehhez kapcsolódó médiamixeket, megjelenéseket, különböző televíziós szerepléseket, ezeket próbáljuk úgy kialakítani, hogy az mindenki számára egy kedvező formát mutasson, illetve a városunkat invitatívvá tegye. Emellett szakmai vásárokon is részt veszünk, legutóbb a férjem messzét Bécsben voltunk, ahol nagy sikerrel képviseltük mindazt, amit kínálni tudunk a vendégek számára. Természetesen a rendezvényekben is részt veszünk, talán az egyik legismertebb a Gyógybornapok Büki Gasztrofesztivál, ahol mind humán erőforrással, mind anyagi forrásokkal segítünk.
de emellett belső, tehát városmarketinghez kapcsolódó rendezvényeink is vannak gyermekek számára, vagy akár a 18, február 18-án megtartandó férfi foci kupa, de a hölgyeknek is szoktunk bowling kupát szervezni, páran résztvevői ezeknek a rendezvényeknek szintúgy. Az egyesületi tagságnak számos előnye van, egyrészt a weboldalunkon való szereplés, a képviselet, amit mi nyújtunk, a különböző oktatások, a nyelvtanulás, tehát a nyelvi kurzusoknak a tartása, bemutatása, illetve különböző megjelenési formákat is, mind a print, mind pedig a televízióban kínálunk. Hogy milyen lehetőségek vannak a turizmusban, itt Bükön leginkább a szobakiadás, a szálláskiadás, ami a legkézenfekvőbb. Itt szintén segítséget nyújtunk a különböző dokumentumoknak az elkészítéséhez. Ide tartoznak szintén a marketingképzések, az online marketingképzések, a digitális világban való jártasság. És hát a most bevezetett ENTAK, én vendégszobám rendszernek a bemutatása, segítségnyújtás, valamint bevezetése mindazok számára, akik esetleg egy kicsit nehezebben kezelik ezeket a digitális eszközöket. Hogy hogyan lehet valaki szobakiadó? Első lépésként a önkormányzathoz kell beadni egy kérvényt, ahol ezt megvizsgálják, be kell mutatni, hogy milyen megfelelő eszközökkel rendelkezik a szálláshely, illetve kell készíteni ehhez egy ENTAK regisztrációt, miután ezt az engedélyt megkapták, majd pedig regisztrálni kell az én vendégszobám oldalra. Kisebb szálláshelyek elérése, illetve a segítsége miatt jött létre ez az én vendégszobám. Ebben vannak olyan részek, egy digitális vendégkönyvnek is mondható, ahol érkeztetni lehet a vendéget, lehet a mozgását követni, illetve minden egyéb adatot lehet rögzíteni. Egy pár szót szeretnék a turizmus trendekről is ejteni. Jelenleg az Y generáció az, aki a legtöbbet utazik, illetve leginkább szállodákat vesz igénybe. Az Y generáció az 1960 és 79 között születettek, akik már teljesen más értékeket közvetítenek, illetve képviselnek. Máshogy utaznak, tehát más dolog érdekli őket, máshogy foglalják a szállásokat, ők zsebben tartják már a világot, tehát mindent a világhálón keresztül érnek el. Ezért is fontos az, hogy a mi segítségünkkel mindazok a szállásadók szintén ezeket az eszközöket használni tudják, illetve a saját előnyükre tudják fordítani. A turizmus trendekhez kapcsolódik még az is, hogy megváltoztak az utazási szokások, tehát az ideérkező vendégek nem egy konkrét dolgot keresnek, hanem magát az élményt. Tehát egy olyan más a termék eladásánál egy értéket közvetítünk például, de akár a termék előnyüknél is mindazokat az impulzív érzéseket veszik figyelembe, és az élményeket gyűjtik be. Erre irányul az is, hogy ők melyik szállását vagy akár települést választják. A szakmai munkánkhoz a Bükváros önkormányzata az, aki segítséget nyújt. Sajnos az utolsó kép, mindjárt vissza is lépek. Február 1-én rendezték meg Budapesten a turizmus gálát, az mindig az évad nyitója a turisztikai szakmának. És itt készül a turizmus.com gondozásában egy kiadvány, amiben az 50 legjelentősebb, legismertebb turisztikai személyiséget bemutatják. Az idei esztendőben a 10 legjelentősebb polgármestert is összegyűjtötték egy szép csokorba, és nagy öröm számunkra, hogy Bükváros polgármestere dr. Németh Sándor is bekerült ebbe a kiadványba, aki nagyon sokat tesz azért, hogy városunk folyamatosan fejlődjön, illetve a turisztikát is támogatja, illetve a mi munkánkat is nagyban segíti. És ígérem, hogy ez volt az utolsó előtti szlájd, és nem mi vagyunk a sztár vendégek továbbra sem, úgyhogy fog majd érkezni, szerintem helyettem mindenképpen jobb hanggal rendelkező, és leginkább úriember, tehát asszonyfarsangra való tekintettel. Bár itt viccesen az elején megkérdeztem, hogy esetleg az X-faktornak a válogatóját is megtartsuk-e az előadás közben. Én szeretném megköszönni mindenkinek a figyelmét. További információkkal a csappontnál lehet érdeklődni, ők tudnak mindenben segítséget nyújtani, illetve amennyiben további kérdésünk van, akkor az itt látható elérhetőségeken érdemes felkeresni a kolléganőket. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és mindenkinek kellemes szórakozást kívánom! Köszönöm.
jó estét kívánok mindenkinek! Azt hitték, hogy kicsi vagyok, de azért picit nőtt. Kedves hölgyeim, kedves asszonyok, kedves lányok, igaz, nem látok senkit, nagymamák. Kérem, engedjék meg, hogy mindenkit nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntsek az idei Büki asszonyfarsangon. Nagy örömünkre szolgál, hogy idén is elmondhatjuk, mint minden évben, szinte rekordszámú jelentkező, rekordszámú résztvevő ünnepi ezt a gyönyörű szép estét, ezt a gyönyörű szép éjszakát. Én kívánom önöknek, hogy ma este is mulassanak, táncoljanak, érezzék jól magukat. Az otthon hagyott urakat, barátokat, szeretőket felejtsék el a mai éjszakára. Higgyék el, hogy ők is gondoskodtak arról, hogy ne unatkozzanak otthon és ne otthon üldögéljenek egyedül. Vagy a másik szeretőjüknél vannak, vagy a kocsmában. Engedjék meg, hogy ismertessem röviden, tömören az est programját. 22 óra 30-kor meglepetés sztárvendég érkezik. Akkor a meglepetés, hogy szinte még ő maga se tudja, aki ide jönni fog. Azt következően kisorsoljuk a tombolatárgyakat, amelyeknek a megvásárlására alkalom fog nyílni mindenki számára a műsorok után. Meg szeretném kérni önöket, hogy a mobiltelefonokat kapcsolják ki, vagyis halkítsák le, vagy hagyták volna otthon, hogy a férjük meg tudja nézni, hogy vajon kinek irogatnak, amikor irogatnak. Tetszenek tudni, hogy is mire gondolok, annól én is foglalkoztam ilyen szép dolgokkal. És akkor a másik fontos dolog, hogy tőlem balra a színpad mellett, az egész este folyamán, ami azt jelenti, hogy 11 óráig kreatív fotózásra van lehetőség, egy gyönyörű szép hölgyemény, mint ahogyan önök is, fényképeket készít, előhívja, és utólag ezeket a fényképeket meg lehet vásárolni. Elsőként a színpadra lép Berentei Péter, magyar táncdalénekes, előadó művész. Kérem, engedjék meg, hogy mindenkinek jó hangulatot, jó szórakozást, és érezzék jól egymást, illetve az ital hatására pedig emelkedjen a hangulat. Szép estét kívánok mindenkinek, köszönöm! Ennyi csak, mit adhatok, és kívánok még nagyon sok volt névnapot, nem nagy dolog, mondhatja más, tudom jól, de mit tegyek, egy szár harangvirág, ez jelzi most az ünnepet. De látod, téged csak a virág érdekel, mit mondok, az sajnos a füledig nem jut el. De elnézem neked, mert minket szeretsz, így rossz lány nem lehetsz. Egy szál virág, nem nagy dolog, de ennyi csak, mit adhatok. És kívánok még nagyon sok boldog nőnapot. Hölgyeim és Uram, jó estét kívánok! Látom, hogy a március 8-át egy hónappal előre ide elhozták, hiszen tele van hölgyel. Boldog nőnapot kívánok Önöknek és boldog farsangot! Na, 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 na. De látom téged, csak a virág érdekel, mit mondok, az sajnos a füledig nem jut el. De elnézem neked, mert minket szeretsz, így rossz ember nem lehetsz. Egy szál virág, nem nagy dolog, de ennyi csak, mit adhatok. És kívánok még nagyon sok boldog szülinapot. És kívánok még nagyon sok boldog farsangot. Köszönöm szépen, egy olyan dallal szeretném folytatni, amire a 37 éves pályafutásom alatt a legbüszkébb vagyok. Tilinger Attila és Tölgyes Csaba írta Mama, mondj még egy mesét címmel, minden édesanyának sok szeretettel küldöm.
mikor gyermek voltam, mellettem voltál, te vigyáztál rám minden éjszakán. Fogtad kezem a bánat ért, te meséltél az álmok tengerét. Mama, mondj még egy mesét, úgy, mint régen, úgy hiányzik nekem a messzeségben. Mama, meséld el nekem, mit ír az élet, maradj örökké velem, míg élem. Ha visszatérek, mindig vársz rám, de mellé ülsz minden éjszakán. Te mindig érzed, ha bánat ér, vigasztalj, hát mondj még egy mesét. Mama, mondj még egy mesét, úgy, mint régen, úgy hiányzik nekem a messzeségben. Mama, meséld el nekem, mit ír az élet, maradj örökké velem, míg élet. Mama, mondd még egy mesét, úgy, mint régen, úgy hiányzik nekem a messzeségben. Mama, meséld el nekem, mit ér az élet, maradj örökké velem, míg élet. Így legyen. És egy kis fesztivál 1981-ről, a Tántal Fesztiválról. Két álmodozó, azt hiszem nagyon szeretik. Két álmodozó bolyongott az úton, az egyik te, a másik pedig én. Dallamokat játszottunk a húron, az arcom csupa mosoly, csupa fény. Ha lehetetlent legyőzhettük volna, a világ csak egy intésünkre várt. De addig néztünk fel a csillagokra, még elfutott a perc, időnk lejárt. Az a két álmodozó ma már álmodni nem mer. Az a két álmodozó ma csupán két álmos ember. Az a két álmodozó ma már álmodni nem mer. Az a két álmodozó ma csupán két álmos ember. A dallamok már elhaltak a húron, az őszi kertben nincsen több virág. A lehetőség erre járt az úton, s mi hagytuk azt, hogy elmenjen tovább. Az a két álmodozó ma már álmodni nem mer. Az a két álmodozó ma csupán két álmos ember. Az a két álmodozó ma már álmodni nem mer. Az a két álmodozó ma csupán két álmos ember. De most egyszerűen jó? La la la, la 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 la. Na 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 na
szó. Ma már álmodni nem mer az a két álmodozó. Ma csupán két álmos így van. És egy pici operetre váltsunk át, a Tere-Fere Porta következik. Majd, de most egy kicsit konfrissultunk, jó? Jöjjenek velem! A Rémániát végighajtani a Stefánián. Egy bestiát kerem, és a domingamban virág terem. Egy szép latános út, langyos esti szél a fülünkbe súg. Ragyoghat napsugár, ragyoghat holdsugár, egy festfiát kerem, vidám a nyár. A régi mániát végighajtani Hükk utcáján. Egy festfiát kerem, és a gombjukatban virág terem. Egy szép latános út, langyos esti fél a füledbe súg. Ragyoghat holdsugár, egy festfiát kerem, vidám a nyár. A Rémániát végighajtani Csepret utcáján. Egy festfiát kerem, és a domingamban virág terem. Egy szép latános út, langyos esti szél a füledbe súg. Ragyoghat, egy testfiát kerem, vidám a nyár. Na most egyszerre mindenki! A régi mániát végighajtani. Egy testfiát kerem, és a domingamban virág terem. Egy szép latános út, langyos esti szél a füledbe súg. Ragyoghat napsugár, ragyoghat holdsugár, egy testfiát kerem, vidám a nyár. Végállok! Köszönöm szépen, maradjon még az operetnél! A cím, a kecs, a bálban ez esik. A belbecset itt nem is keresik. A trics, a tracs, a téma ennyi csak. A lény, a len, a fecske fardjukra. Nos, táncos láva a polkátjog. A csókörvény nem is polgár. Zene van a Tere-Fere, mindenkipal legyen tele. Becsicsentünk ma egy kicsit, akár csak a csak. Ha az ész oda vész, már a késztetre kész, simul tapad, kutat, mutat, keblek, nyakad, semegész, icek, hocuk, hol elrejt a homály, hogy zsú vagy bú, ki kicsit csapodál, ott bent csak csend, vagy pici suttogás, meg cip, meg cuk, meg puci cukkogás, csókra csábít egy szép száj, csendben vár, lesben állj, célozz meg úgy buttában, persze csak is akkor, hogyha puskád van, egy pár bókot bukkancs el, szép támban, bukkant be. Ejtsd meg, hogyha itt az ég, bőket akkor egyedül a szarvas fér. Csurrany mézes édesség, gyertek szép, vétkecskék. Tölts hát, mondta egy nagy bölcs, iszonyúan unalmas a jó erkölcs. A csin, a kecs, a bálban ez esik, a belbecset itt nem is keresik. Szív, a vér, ma este csókra gyúr, ma csal a hölgy, és kicsapong az úr. A hűség itt csak is egy órás, vagy fél órás. A bűn kell most menni, szent gyórás, komolyan sohasem vedd. Enyelek
kerékbe, kincselkedve, kacsintunk a kincseketre, addig iszunk, míg a balett még az ágyba lesz. Turzsolj, bökkicsé, urizálj, sosebbé, menj be viszma egyenesen, ez a bűve kurva éjjöcik. A cak, a kakuk szerelem, a csúr, ha csem, csak akkor kell nekem. A tim, a tom, ma rejtve nem marad, a csip, a csup, pici csíkeink alatt. Így áll, így lesz tár, gyertek cimborák, sapjunk itt ma hát, görbe éjszakát. A Denevér című operettből volt egy picike kis részlet. Szeretik-e a bort? Akkor most nagyon jól fog esni. A hegedűs váltak önre a bortal. Ha fáj, ha bán, az élet csak kijár és elszáll a gond. Ma este mindenki így legyen, ott nincs, hogy így legyen. Hát csak kijár, ha fáj, ha bán, az élet csak kijár és elszáll a gond. Ma este mindenki így legyen, focics, hogy így legyen. Hát csak így áll, de bor! Isten rendelése szenvedj, ám de mégse sírjál, én ne hagyd magad el. Így hát bűnös, aki nem költ, ez a perc, hogy benköl, duplán üzni kell. A fáj, a bán, az élet, csak így áll és elszáll a gond. Szeressük egymást, a hegyedét, ha meddig megy belép. Ma este mindenki vég legyen, ott nincs, hogy így legyen. Hát csak igen, de ford! Egészségükre! Őrült nők, a musical címe. Most kéne élni. Most kéne élni még. Mielőtt ez az este véget ér, most kéne égni még. A holnap titkába kilát, 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 most kell egy pillanat, hogy velünk élvezd ezt a dallamot. Hát hagyd, hogy hívjanak, hisz ez az este olyan szép, hogy szép, hogy szép. Fáj, az élet szép színpadán. Mi énekelünk óra szám, jó volt a hangulat. Köszönjük önöknek, hogy itt voltak. Műsorom véget ér, de azért találkozunk még, ma még, ma még. Most kéne élni még, mielőtt ez az este véget ér. Műsorom véget ér, de azért találkozunk még, ma még, ma még. Az élet színű színpadán száj. Mi énekelünk reggelig, jó volt a hangulat. Köszönöm önöknek, hogy itt voltak. Műsorom véget ér, de azért találkozunk még, ma még, ma még. Most kéne élni még, mielőtt ez az este véget ér. Műsorom véget ér, de azért találkozunk még, ma még, ma még. Jó volt a hangulat, köszönöm önöknek a tapsokat. Műsorom véget ér, de azért találkozunk még, ma még. Oly szép, oly szép, oly további nagyon szép estét kíván önöknek, Berentei Péter, viszontlátásra!
kedves hölgyeim! Köszönjük az első produkciót Berentei Péternek. Én úgy gondolom, hogy mindenkiben egy kicsi-kicsi tűzet gyújtott az estel kapcsolatba. Kiben nagyot, kiben kicsit. Elnézést kérek, a lányos zavaromban, ami nekem még nincsen, de majd lesz, úgy érzem ennyi nő között, hiszen egy álmom vált valóra, hogy ennyi hölgy előtt állhassak itt a színpadon. Igaz, kifelejtettem két nagyon fontos dolgot. Az egyik legfontosabb dolog, hogy szeretnék köszönetet mondani maguknak, a szervezőknek, a Büki Művelődési Háznak, Sportháznak, Könyvtárnak és dolgozóinak, akik ezt az estét megálmodták annó 320 éve, és mai napig létrehozzák. Nagy tapsot kérünk nekik! Másik hiányosság, amit pedig a szemüvegem hiányára fognék, ami nincs, az, hogy nem köszöntem meg a tombola felajánlóknak, amit felajánlottak, most szeretném megköszönni, hiszen felajánlók nélkül, adakozók nélkül a tombola húzás sem jöhetne létre a mai est folyamán. Nagy tapsot a tombola felajánlóknak is, köszönöm. Berentei Pétert követné egy kisebb csoport, akiknek nevüket nem tudom, hiszen meglepetésként érkeztek. Viszont a következő műsorunk előadói az idén ünneplik 5. évfordulójukat. Még viszonylag fiatal társaság, de már kialakulni látszik az összefogottság, a közös akarat, a fegyelmezettség és a felelősségérzet. Hát ezt nem írnám alá, amit láttam ott hátul. Mindig nagy szeretettel és szorgalommal készülnek fel az előadásokra, próbálják kihozni magukból a legjobbat, amit a szűkre szabott próbáknál ki lehet hozni. Mindezt teszi annak ellenére, hogy közben helyt kell állni család minden mozzanatában és pillanatában. Gondolok itt konkrétan gyerekfelügyelet, leckeírás, szalagavató, szülői értekezlet és így tovább. De a lelkesedés, a tenni akarás hajtja őket előre és egyre tovább. Az eddigi szerepléseik vidám, pikás komédiák voltak, amik elnyerték a nézők tetszését. Az idei műsoruk is követik a hagyományt. A ma esti produkció egy vidéki élet nehézségeit mutatja be szerelmi élet terén. Sokat hallottunk már a falusi élet hátrányos helyzetéről, a megélhetés, a szórakozás és az ismerkedés terén is. A mai műsor képet ad két család életéről, szegénységből való kivezető útjának kereséséről, a megvakulástól, megalkuvásról. Természetesen, mondtam, nincs itt az a rohadt szemüveg. Természetesen a mostani előadás komikusan hozza fel ezeket a témákat, kihangsúlyozva, most látom itt a vessző, felturbózva, hosszú óval, komédia formájában a közönség tetszésére. Fogadják szeretettel a színpadon a Vénlány, avagy az Axűz című produkciót. Köszönöm. Mondták, a mikrofont vigyem ki. Jövök, ma jövök!
megijedsz tét? Hát meg Angad üdösül. Ah, nem ilyen voltam, nem ilyen voltam. Nyugodjon ma meg. No, édesanyám, azt mi teszünk? A tucsoskóba, szalonna, csúta, halmával jó lesz. Ó, igen, jó lesz. Legalább legyen valami jó is ebben a rusnya illetembe. Jaj, kislányom, ha ma megint olyan bánatosban, ha tegyél, no, ott megnyugtok, ha plagom, mond. Hát, édesanyám, nem életem, én illet csúcs. Hé, kifagyott a kúcs? Jaj, mama, dehogy is, egész nap össze-vissza beszél mindent. Egyen, no, addig is megnyugszik. Befogja a száját. Nem vagy te olyan csúf, kislányom, ha nekünk te vagy a legszebb. Jaj, édesanyám, tudom, hogy csak vigasztalni akar, de hát én mire akarok menni? Ha nekem bírni kell. Nekem is, nekem is. Jaj, mama, maradjon már csőbe. Hát ezt már én is alig várom. Mármint a férhő menjél. Ahogy mondod, Cilla Torem? Ha most meg azt hiszem, meg akarsz tőle szabadulni. Ha jó, hiszino, ez az igazság. Hát ez a lánygyerek egész nap csak eszik, aztán hízik. Ha menjél férhőz, aztán vigyik el a ház. A férhő menne, ha de nem kös senkinek. Hát az is a te hibád. Ha már mi volna az éhibám, ketten basztuk el, nem? Ja, de hozzá egy kis otomány, mert jól van egy nagyobb kocka, akkor biztos, hogy elvinnél a lakit. Hát te azt gondolod, hogy én vagyok a bankos? Ha miből adjak abból a picike kis nyugdíjamból? Ha jó, adj egy kis földecskét, csumásabb pénzecskét, tejénként disznócskát, pár csukocskát, az ennyi. Én már ide nyitom a kerítőt, hogy szeretem neki valakit. Hát te se lőd már illet fukarnak. Na most meg még fukar is vagyok. Na jó van, nem bánom. Csak minél előbb vigyék a háztunk. Aztán majd megalkuszunk valamiben. De most aztán már menek a dugomra. Jaj, fiam, hova mész a dombra? Ne kínjó adja, hogy nyit. Jó van, mamikám, maga csak ne izguljon, maga csak egyen. Ha hogyan néz ki, mind összökelte már magát. Jaj, elhagy, mondom, hogy áll. Ej, mama, maga már menthetetlen. Nem vagyok ilyen tetves, no. Csönda legyen, Jucikám, gyere kicsim. Jó hírem van. Itt vagyok, édesanyám. Hát édesapád úgy döntöttem, fíre az. Az mellét az ománt is. Most biztos sikerülni fog. Férem és kicsi meglátott fírom. Hát én már ezt alig várom, már csak úgy legyen. Jó. Na jó van, na. Tedd le a... Tasztok. Tedd le. Tedd le. Most nem a kettes jön már. Jó napot, jó napot! Áldás, békesség a házgyom bele a kújára. Csak foglalj jó helyet. Ki maga? Aztán mi a helyzet? Hát miért hivatott? Hát tudja, van egy lányom, no, hogy is mondjam. Hát van egy eladó félben élő lányom. Hát nem kéne neki szerezni. Aztán abból nekem mi hasznom lesz? Még a Krisztus koporsóját sem őrzik ingyen manapság. Hé, hát egy kupac, mocskas kupac. Mama, csöndbe legyen. Maga meg ne aggódjon, a maga része meg lesz az uramra a garancia. Hogy legyen? No, beszélhetünk akkor már. Hány éves is ez a kislány? Hát... 35. Mennyi? 35? Hát nem vi már ez egy kicsit? Te... szűz halára. Ilyen is, ilyen is. Jaj, mama, maga már nem. Csak volt hálós? Ja, ja. Ennyi?
Ennyi idősen aztán még mindig? Mármint nem a mama, hanem a kislány. Hát mi baja? Nyomorék vagy? Csúf? De leszózom, ha nem is kevés. No, ez már egy jó pont. Ezzel talán tudunk kezdeni valamit. Amúgy házias? Hát, hogy is mondjam, inkább neki miért. Iskolái, hát mit tanult? Hát, sok mindent elkezdett, de tudja, no, csúfuta. Ajjaj, ez nehéz ügy lesz, nagyon nehéz. Hát nézze! Nem leszek hallatlan, csak segítsen adok magának egy táblaszalagot. Csak segítsen ennek a lánynak, ott a szerezzen aki egy jó képű legint. Ha még az is! Ha jó képű is! A szépség meg a szörnyetek, hát hogy fogom én ezt összehozni, még nem tudom. Na, viszontlátásra! De viszontlátásra, de üzenne, na, lesz adomány, lesz! Azonnal viszontlátásra! Aztán neked, aztán! Ha mama, no. Mit csinál? Hát kilopta a kosárba! Kilopta, na! Tönkretette a tervünket! Na, most nem még tiszta zsirés lett a ruhája! Istenem, az idegeimre megy, halla! Akkor is kupács, macskos kupács, no! Jutika, gyere kicsit! Te meg édes anyám, itt vagyok, mi történt? Beszítom a kerítővel! Hát szereznek ide jó képű legint. Hát tényleg. Tényleg? Hát igazi. Hát igazi. Na jó van, na. Szedjük össze a stafírunkodat, szípítsd ki magad, aztán várjuk a műlegint, jó? Jó, kiszípítem magam, bár így is olyan szív vagyok. Jaj, kamin, na jó. Hát mami, hát a műlegint, Jaj, kicsim, Jutika, vidd a mamát, mert megyünk a vendégek, aztán szégyen vallunk bele. Nem megyek be, itt maradok. Befele, jó, befele. Csarnokok, macsok, mindent aztán. Szegény vagyok, szegénynek születtem. Az én babám, a legszebbik kincsem. Akinek illen csúnya a lánya, annak igen magas az alfája. Áj, rosszabb baszta volna meg. Áj, mi lesz most? Áj, Istenem! Lassan, papa, lassan! Lassan, mert anya közöttünk. Nem régen kapott szélütés, de már megint a húzatra üt. Istiké, megnézted az álláshirdetéseket? Állásokat? Itt bükök? Nem. Ja, állásokat? Most is azt nézem, édesanyám. Hát nem a vállások nyugodt szó, hanem az állások. Itt elég sok a vállás a városba. És találtál olyat, ami tetszik az állások közül? Hát, nem igazán. Fornószínészt meg nem keresnek. Ugyan már asszony, hát nem veszem észre, hogy ennek a büdös kölöknek egyetlen egy állásra találtak ki. Ez nem is akar dolgozni. Ez itthon henyél, rajtunk élősködik. De ennek aztán most vége. Kisfia, ha egy hét múlva nem találsz magadnak egy állást, ebből a házból eltakarod, ide vissza nem kerülsz. 30 éves vagy, mit gondolsz magadba? Mi tartunk el? Állj a saját lábadra! Tartsd el saját magadat! Jó van, csituljál már el! El akarod kergetni a fiadat? Miket beszélsz? Hogyan lehetsz ilyen szívtelen? Mit károksz te meg annyit? Csönd legyen! Én vagyok az úrnője! Te beszélsz! Hát te miattad lett ilyen ez a gyerek! Elkényeztetted, kiszolgáltad, itt ül a Mama Hotelben, ugye kisfiam? Ha maradjál már magadnak! Nézd, olyan, mint az anyám azt szokta, tanálja! A tesegered is kinyitnak, azért ilyen fényes, na! Elegem van belőletek, na! Most a papával nézd meg, ott ül egyedül, na! Elegem van belőletek, de amit megmondtam, megmondtam! Takarodsz innen egy hét múlva! Papa, látom, nagyon szomjas!
itt a sörre, benne van a szipókája, kapja be! Ti meg! Jaj, kisfiam, hát keresd már magadnak valami munkát, mert apád ezt komolyan gondolja. Jól van, na, majd megnézem valamikor, na. De ne majd, hanem most azonnal. Jól van, na, megyek már. Miért mindig velem kell foglalkozni, na. Induljál. Már elmúltam 18. Na, foglalkozzatok a papával. Ha már megöregedett. Én nem vagyok, szabad vagyok, és nem sírok utána. Gondoltam, ha már itt vagyok, akkor benézek kicsit hozzátok, mi a helyzet? Gyere csak! Éppen jókor jössz, most vesztem össze az urammal. Haj, hát mi történt? Hát mesélj már egy kicsit. Egy hét haladékot adott az én Pistike fiamnak. Ha nem szerez magának valami munkát, kiteszi a házból a szűnét. De hát mi lesz velem? Miből él? Hol él? Hú, te! Lehet, hogy tudok rajtatok segíteni! Igazán? Tényleg? Hát hálás lennék neked ezért, van egy kis dugi pénzem. No, az már jöhet. Szóval van egy kislány, igaz, hogy vidéken. Nem igazán tini, de még szűz. A háziasság nem a legfőbb erénye, az igaz. Iskolái félig, itt is, ott is. Szépsége? Hát az hagy némi kívánnivalót maga után, de van hozomány bőven. Te, ez jó lenne neked. De hát ahogy én ismerem a Pistikét, már egy hét után az utcán lesz. De hát ha ezt összetudnád nekem hozni, lenne pénz is, albérlet is. Intézd ezt el nekem sürgősen. Akár most is indulhattok. Jegyez, Bugyi Juci, Bők, Tanga utca 35. Nagyszerű, összeszedem az uramat és a fiamat, aztán megyünk is. Rendben, a szív legyen a jel. Köszi, köszi! Szívesen, mama! Na, menjetek! Viszontlátás, sziasztok! Ezt figyeljétek, feltétlenül, erről is meg titeket. Mi van, papa? Igen, bűzli. Megélett a pelenka cserére. Hívok magának egy babysitter. Jó lesz? Halló, halló, Katika! Át tudnál jönni pár órára? Papára kellene vigyázni, el kell utaznunk vidékre. Jó, jó, várunk. Köszi, köszi. Szia, szia. Apa, Pistike, gyertek! Van egy jó hírem. Mit akarsz mondani? Mi történt? Mi van már megint? Figyeljetek! Most beszéltem a koma asszonnyal. Tud egy eladósorban lévő lányt vidéken. Ez jó. Van hozomány bőven. Miféle nőt akartok rám tukmálni? Itt annyi van. Jaj, kisfiam, hát az utcán akarsz élni, mint egy hajléktalan? Menjünk el, nézzük meg! Hallgass anyádra, fiam. Apa, te meg jól alkudjál. Úgy lesz, asszony, de mi lesz a papával addig? Várjuk a babysitter, mindjárt jön. Bemutatlak a családnak. Ő a papa babysittere. Hívesen lennénk inkább az övé. Megterintenem minden szépre és jóra. Anyaim, ma nem is akarok vidékre menni. De muszáj, kisfiam, a te érdekedben. Nem, nem, kedvesem. Te a papához jöttél. Kisfiam. Ő se rossz. Na, ő vele már tudnék mit kezdeni. Hello, baby! De hát Katika! Ő meg az én uram! Ja, bocsánat. Ő a tied, ő a papa. Ő. Hát ő vele sok gondom lesz, de tudod, mit megoldom. Na, papa, ő a babysitter. Vigyázzunk csak egész nyugodtan. Lesz a papának egy kellemes délutánja. Minden maradom! Isten bébe, itt kell egy maradom. Átadom most már nekem, minden mozdulatom a kárcát jár. Ez így, de kacsa lenne.
tegyük össze a kalendírát! Ma mindjárt megcsinálsz a vendéget, no? Gyere, ma ne légy olyan szerencsétlen, no? Itt ez anyám, itt vagyok! No. Tegyük össze a kalendírát! Akkor összeszedtem nekem a kalendírát! Kicsit kilogat, aztán nekem okos légy, ha kérdezzek! Okos legyek! Én is bemegyek, rendbe teszem magam, aztán mindjárt jövök, jó? Jó, jó! Aj, meg megnézem, miket raktál nekem ide össze! A miféle rossz göncök ezek? Hát az egyik jobban ütődött, mint a másik. Mert minden van égetve, hát hogyan főztek ezek? Aj, édesanyám! Hát hiszen még egy rossz bilit is ide rakott, hát mit csinálnak ezzel? Aj, inkább kiszépítem magamat. Hát, ha jobban tetszik a vőlegénynek. Hívni. Már csak ide írne! Jaj, jaj, igárom! Jaj! Ez is sokkal szem leszek, ha biztos! Jaj! Azt hiszem jó lesz! Vízen is vagyok most már egy üvet! Jaj, jó! Mi kellek? Jó helyen jár! Asszony, nézd meg ebbe! Nézd be ebbe az udvarba, hány van négy dombon! Számít, hogy hány van négy dombon? Hát azt jelenti a gazdagságot, nem? Abba van a pénz! Abba van! Jaj, ősök, hát a pénznek nincs is szaga, vonuljatok, na! Jó napot kívánok! Jó napot! Jó napot! Nem tudom, jó helyen járunk-e? Hát tűznézőbe jöttünk. Mi? Tűz? Hát nincsen itten tűz, ha mit magunk tűzortók, ha vagy valami gyújtogatók. Jézus Mária, hát ez van az. Hát mi? Hát én nem Mária vagyok, nem. Én Jucika. Nem én szűk. Ha rajta múlik, az is maradt. A mi van, Cici? A megint apadán vége? A mi tudattalanság ezek? Jó napot kívánok! Nem tudom, jó hely járunk-e? Bugyi, Juci és családja? Tiszaros. Tesszük csak! Örve! Fáradjon a pályát! Jó, hát hogyha ma úgyis fáradtak, üllenek le! Ha miben kínálhatna meg magukat, ha van egy kis füstült oldalas, kis kecsketár, jó lesz? Hát parancs családban csak kecsketár van. Nem baj, mi is? Köszönjük szépen, de nem asszony ide mellém. Mi üzletet kötni jöttünk, a házurát keresünk. Édesapám, hogy ő józan a bukszak! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kotonné! Bugyi Béla! Bugyi Béla! Koton Pista! Ebb volna az a fiatal ember? Igen, ő. Hát ebb meg volna az én lányom! Azt látom! Én meg az asszony! Nem, soha! Hát még szőrös is! Hát irány fia, ideg anyád! Maradj már, kisfiam! Hát édesapám, hát olyan szép száll jó a képű meg, ha vegye meg, no vegye meg! Jó, no, majd aztán mennyit szállva hozom a nyakán? Hát, olyan sokat nem szállnék úgy. 6 hót földecskét. Hát, tornázta azt még egy kicsit föllebb. Akkor legyen 10. És még? Még? Hát, amilyen csúr, akarom mondani, milyen érdekes a lánya, igazán adhatna még jócskára. Hát édesapám, adjon még! Jó van, akkor egy kis pénzt. Úgy. 5 millikót. Hát a szüzessége, az ékessége. Hát olyan szép a csúnyája. Nos, csak bátrabban ez nem lesz elég. Hát tígyra. Hát olyan szép ez a legény. Adjatok már. Akkor 6. Ez csak az idegeimre hat, no még? Ejj, de megszívom én ezt a csuflán gyereket. Magáé? Hát ez is a bárkörömre vagyom. Ajj, na jó van, adok még.
még egy tehénkét. Édesanyám, egyre jobban tetszik nekem ez a leány, ugye? Mondtam én neked, kisfiam, a hozománytól megváltozik a lány fekvése. De azért nem egészen kerek így a dolog, ugye? Mert még azért jár hozzá. Még egy kicsit? Még, hát maga más nem tud mondani? Hát ingem gatyám rámegy erre a gyerekre. Háj, de megvárt vele a sors. Édesanyám, ha most mi lesz, én ezt már nem bírom idegekkel hajlom! Kislányom, hát nyugodj meg, ha majdnak lesz valam. Ajaj, mit csináljak, mi csináljak? Na jó van, adok még egy disznócskát, de ez az utolla. Ha ölig, ölig, ha nem, nem, nincs több. Nagymama, nem köl, azt odaadom rátis. Nekünk a nagypapa, az is ölig. Ja. Jó, páros lennének. Jó, legyen, rendben áll az alkú, de a mama marad. Egye fene, itt a kezem, nem disznólám. Rendben, megegyeztünk. Köszöntöm szépen. Na drágám, eladtalak? Hát édesanyám, hát végre megyek mi is, de jó, de jó! Végre megyek! Úgy lesz, Kicsi, múlva lesz! Egy pénzed lesz lakásod, a magad ura lehetsz! Hát mi lesz, ha elfogy az a hozomány? Aztán itt marad ez a lény! Hát hazaküldöd ezt a tehenet! No, de köszönjük a sikeres üzletkötést, mi akkor mennénk is, a viszontlátásra. A viszontlátásra, kiskedi, csókolom. Szervusz, fiam. Jaj, jó van. Hé, a fátyalak, hát a lányom itt maradt, azt itt ne hagyják. Hajottik a fátyára, gyógyulat! Hogy kedves hölgyeim, tanúi lehettünk egy majdnem nagy-nagy szerelemnek. Szeretnék kérni nekik még egy tapsot. Halljátok, ti szerencsétlenek! Hát sajnos a mai világban nem egyszerű ám férjhez menni, vagy megnősülni, vagy minek hívjam. Mit állítgatom ezt a szart? Most következik egy olyan meglepetés produkció, hogy is mondjam, szomszéd faluba gyűjtek, maguk szerint honnan?
Mit mondtak? Nem hallottam, mert süket vagyok a vakság mellett. Csepregrű! Ezt így mondják. Nagy tapsot Csepregrű gyűjteknek! Tudom, hogy vannak ám itt csepregiek. Hát még mit ilyen? De viccen kívül, de komolyan se. A következő produkció a csepregi Bormirigyek előadásával lesz egy operett műsor, amelyben köszönhetjük nagyságos asszonyt, a primadonnát, nem madonnát, Honti Annát, vagy Hannát, nem tudom én magam se. Aki tudja, kiről van szó, úgyis el tudja dönteni, kiről van szó, aki nem, az meg majd hozzá képzeli. Szóljon a muzsika, fogadják szeretettel a következő produkciót, ne szóljon senki semmit, először is szeretném megköszönni Gici Ildikónak, a ház asszonyának, aki megszervezte ezt a mai estét, és itt ülhet mindenki. Nagy tapsot Ildikónak, köszönjük! Azt mondta, nem jön fel a színpadra, mondtam neki, majd mi oda megyünk hozzá, de ezt nem most valósítjuk meg. Szóljon a muzsika, fogadják sok szeretettel a következő produkciót, köszönjük! Honnan gyűjtek? Gonduljátok ti! Ne itt lakjanak jól! Pont ezen a bálon! Alig maradt cupák a pecsenyés tálon! Elfogyott a fasé! Ahogy látom, Pikpok! Ne leheljenek rám! Nesztek, itt van TikTok! Most, hogy a pálinkát mindenki meginta, következzék mindjárt pár dalos pacsinta. Kiléptek már bizony a tinédzser korból, ha jót akarnak, inkább igyanak a borból. Na de ne zavarjon senki, hogy több fülük, mint fogunk. Higgyék el én nékem, szórakozni fogunk. Táncoljék most az is, ki petrezselymet árul. Gyűljön néhány asszony, véres egyházáról.
csárdában magam vagyok, akire én rákiáltok, az sem mondja mut. Bár a nőknek megülök, a hűségre fütyülök, aki megcsal, azt én el nem átkozom. Érte megyek, s össze-vissza csókolom. Jaj, 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 húzza csak ki világos pillanatig, húzd még a szívemben is hajnalodig, míg el nem felültem a csőt a bakát, húzzad, húzzad az indotát. Húzzad csak ki világos pillanatig, húzd még a szívemben is hajnalodig, míg el nem felültem a csőt a bakát, húzzad, húzzad az indotát. Ácsi! Nincs hangja. Köszönjük a tapsot. Elmondom önöknek, csak úgy titokba. A lányok úgy izgultak ezen a mai estével kapcsolatos fellépéses dologgal kapcsolatban, hogy látták rajtuk, nem? Teli volt a szoknyájuk. Dióval, akár mogyoróval. Még egy számot szeretnék kérni, onnan hátulról azt sem tudom, hogy honnan jön az ered, de szóljon, ja? Kösz! Zajt ne üss, kicsi lány, édes üss, amit én szavalok, az a tiszta dolog. Nézd csak rám, ilyen férfi babám, de hogy Isten ilyen férfiak rabban ritkák, vagy esetleg ilyen több nincs, aki tudja eszik nyelvű élet titkát, megbecsülendő kincs. Te rongyos élet, bolondos élet, mitől tudsz olyan édes lenni, mint a méz? Te rongyos élet, bolondos élet, leszedni rólad Istenem, milyen nehéz. Zajt ne üss, beszél, édes üss, amit válaszolok, az is szívlem dolog. Nál van száz, aki félet cicáz, de azért te csak egyre játsz. Valahogy ne ugye, egyet, azt nem
rongyos élet, bolondos élet, mitől tudsz olyan édes lenni, mint a víz, te rongyos élet, bolondos élet, leszedni róla, és nem ilyen nehéz. Köszönjük a tapsot! Nem hallották a lányok, fiúk? Úgy hívják őket, hogy ők a csepregi borbirigy kanlányok. Remélem édesanyám nem hallja, mi van. Szeretném visszaszólítani a színpadra az előző produkciónak az előadóit, hiszen el kell ismerni a mutatványt, a produkciót, a tehetséget, szeretnék nekik köszönetet mondani. Kérem, fáradjanak vissza a... akik itt voltak. Nem hallják, lássák. Csepregiekkel könnyebb a dolog. Patyolatos Marika néni és csapata, majdnem sikerült esküvő. Heizerné, Beát kérném a színpadra. Csepregi muzsikus. Nagy tapsot nekik a produkcióért! Én úgy tudom, hagyomány, csak azért tudom, mert mondták, hogy ilyenkor köszönetet mondanak a produkció előadóknak, ha jól tudom, önök 5. éve működnek. Ez külön egy. Mit ér meg? Azért össze tudunk mi dolgozni, látom. Ez a kurva kábel miért marad rajta. Fogadjátok sok szeretettel a tortát, illetve fogadjátok sok szeretettel azt a kis csekélységet, amelyet Varjas Judit felajánlásában érkezett. És a Bea mondja, mert nem hallom, mert mondom, nem csak süket vagyok, vak is. Vagy vak, vagy süket. A tortát pedig a Préri Kft. Ajánlotta fel. Köszönjük szépen! Köszönjük a produkciót még egyszer. Érezzétek jól magatokat, ha itt maradnátok. Köszi! Most lassan hazabeszélek, de előtte megkötöm a cipőfüzemet. Kapcsold ki, légy szíves. Bekötöm lovam a cipőmet. Kérném az előző produkciónak a Michel vágyait, vagy vágyait, a csepregi borbirigy kandisznókat! Ne arra húgyatok, nem érdemlitek meg a tortát, mert nem tapsoltak a hölgyek eléggé. Általában csepregi betegség, nem csak én vagyok süket, ők is! Azaz!
Titokban munkaidőben vagyok. Szeretnénk megköszönni a produkciót magatoknak. Fogadjátok sok szeretettel a hálát kifejezéséül készült tortát. Mit? Mit kérdezel te mindig vissza? Amelyet felajánlott a... Pócáné Balogh Mónika, és a bor pedig Bükváros Bora, azaz Bükváros Önkormányzata. Vinóra Borház, illetve Csepregi Torta. Köszönjük! Viccet félretéve szeretnénk megköszönni a lehetőséget, hogy itt lehetünk önök között, közöttetek. Nem érezzük, igaz? De átadom a szót Németh Árpád nénak. Köszönjük szépen a bort és a tortát. A bort azt elfogyasztok, mint bormirigyek, a tortát meg rá is felosszuk. Köszönjük! Köszönjük! Netán valamelyikőtök rákívánna valamelyik urlányra vagy urilányra, az nálam be lehet fizetni. Az elkövetkezendő percekben, időkben, órákban, fél órákban, amíg nem érkezik meg a nagy sztárvendég, amelyet még senki lehet nem is meg se hívott. Értettétek ott is? Addig szóljon a muzsika, mindenki érezze jól magát. Igyatok, amennyi van. Mi is igyekszünk mindent jóvá tenni. A fényképezkedést meg nem szabad elfelejteni, hiszen most kaptam egy villantást onnan, a hölgytől. Itt tőlem bal oldalról tőlem lehet fényképezkedni, amelyet elő lehet hivatni, meg lehet természetesen vásárolni. Mindenki fotózkodjon, érezze jól magát, köszönjük, hogy itt lehetünk, érezzük jól magunkat. Köszönöm szépen! Ki volt, akivel táncoltam?